Ön szerint jobban vagy rosszabbul működik a vasút, mint néhány éve? Ez a nap kérdését a Naphírben nézzük a válaszok megoszlását. Jobban mondja a válaszadóink 7%-a, és 93% viszont úgy gondolja, hogy rosszabbul. Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok itt a Naphírében. A stúdióban pedig köszöntöm vendégeimet, Borgul Andrást, a Gólem Színház vezetőjét, Csárdi Antalt, az LMP országgyűlési képviselőjét, és Harangozó Gábort, a szocialisták parlamenti képviselőjét. Jó estét kívánok, kezdjük is tehát azzal a témával, amit kérdésként föltettünk, és majd még meg fogjuk mutatni néhányszor az adás folyamán. Nézzük. A késés a G7 legújabb elemzése szerint sem számít kuriózumnak. Eszerint minden tizedik vonat 5 percet, minden 20. pedig 15 percnél is többet késik, amivel a MÁV Európa egyik legtöbbet késő vasúttársasága lett. A Magyar Közlekedési Klub szerint a régi kocsik és elhanyagott pályák kritikus helyzetet teremtenek, a vármegye bérlet bevezetése pedig újabb döfés jelentett a vasútnak. Közben Lázár János maga is elismerte, hogy megnőtt a késések aránya, és a szolgáltatás több sebből vérzik. A miniszter szerint a MÁV-nál hiánygazdálkodás folyik, ezért továbbra is egy 6000 milliárd forintos vasútfejlesztésért lobbizik a kormányban. Most viszont az a legnagyobb kihívás, hogy az utasok eljuthassanak, ahova szeretnének, mondta egy Hódmezővásárhelyi rádióban. Vitézi Dávid borulátóbb, szerinte ez a nyár elhozhatja a MÁV összeomlását. A volt államtitkár azt mondta, sok a probléma, a járműpark pedig romokban van. Megkeresésünkre a MÁV elismerte, hogy a járműállomány és a vasúti pálya is előregedett. Azt írták, a járművek karbantartását a szomszédban dúló háború nehezíti, míg a beszállítói láncok összeomlása a pályaállapot romlását erősíti fel. Mi azt mondja Lázár János, hogy a beruházásokért felel, illetve egy csomó beruházásnak a leállítása most neki a fő feladata. Elhiszem készséggel, hogy ő ezt nem szereti így föltétlen, de ettől függetlenül meg állampolgárok ezzel szembesülünk, és miközben egy szárnyvonalakat zárnak be, például olyanokat, amelyeket felújítanak, átadják, másnap meg bezárják, tehát ezt látjuk. Tehát maga Lázár János mondja azt, hogy forráshiánnyal küzd a MÁV az elmúlt 40 év, korábban volt az elmúlt 8 év, mindig, de az 13 éve elmúlt az elmúlt 8 év, az elmúlt 40 év az viszont soha nem múlik el, ez ilyen értelemben megállapítható, szóval, hogy ilyen régi adósságok, már nem feltétlenül pénzbeli, hanem szervezési, finanszírozási adósságokról beszél a miniszter, és hát ott tartunk, ahol tartunk. Hát azt hiszem, hogy azzal kell kezdeni, hogy nagyon régóta tudjuk, és akik itt élünk ebben az országban, pontosan minden nap megéljük, hogy a MÁV állam az államon belül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a rendszerváltást követően kellett volna elindulni egy olyan számonkérhető és modern működési mód irányába, ami nem történt meg. Ráadásul... Most elmúlt 30 évezik, csak mondom, hogy így... Én nem megnevezni akarok embereket, én nekem nem az a célom, hogy valaki rásűsem a bilogot, hogy ő tehet róla, de az meg egyszerűen ténykérdés, hogy a MÁV rendkívüli módon el volt hanyagolva, úgy, hogy egyébként az egyik legzöldebb közlekedési mód, és azt gondolom, hogy annyi tartalék van benne, hogy nem véletlen, hogy az Unióban kifejezetten fejlesztik nagy ütemben a vasúti közlekedést. Ez a környező országban is látszódik, hogy egyre újabb és újabb szakaszokat adnak rá, át cseheknél, szlovákoknál, lengyeleknél nagysebességű vasutat építenek, de például régóta emlegetik problémaként azt is uniós szinten, itt a kelet-közép-európai régióban az észak-déli összeköttetés, az például meglehetősen problémás. Hát a helyzet egyébként még ennél is sokkal rosszabb, mert valóban nagyon nagy pénzek lettek arra elköltve, hogy modernizálva legyen a vasút, tehát egy csomó szárnyvonal, kifejezetten modern közlekedési infrastruktúrát kapott, viszont ugyanakkor a MÁV olyan szinten van alul finanszírozva, hogy maguk a mozdonyok, amik kéne, hogy tudjanak normálisan közlekedni ezeken a vonalokon, olyan állapotban vannak, hogy mégsem tudnak. Hát a Budapest-Bécs vasútvonalat is felújították, még az előző kormány idején történt meg az a felújítás annak érdekében, hogy Bécsben gyorsan el lehessen jutni, de képtelenség, mert hogy nem tudja maga a MÁV azt a tempót biztosítani ezekkel a járművekkel, amivel akár ezt az útvonalat is ki lehetne használni. Másfelől viszont örök kérdés az, hogy azok a szárnyvonalak, jó része a magyar vasúti hálózatnak az
legalábbis épül valamelyest arra még, ami a monarchia idejében alakult ki, nyilván azóta már korszerűbb, de például az kérdés Nyugat-Európában is, hogy olyan kisforgalmú szárnyvonalakra van-e szükség, mint amilyenek Magyarországon vannak. Bár azért tegyük hozzá, hogy a Fidesz annak idején 2015 élesen ellenezte a szárnyvonalaknak a bezárását, néhányat újra is nyitott közül, most meg mégiscsak bezárják. Tehát úgy tűnik, hogy ez szakmailag nézzük ezt a dolgot, akkor szólnak érvek amellett, hogy racionalizálják. Lehet, biztos van a gazdasági érvek az ellen, hogy kisforgalmú vonalakat lezárjanak, de közben azt gondolom, hogy annyira alulértékelt a vasút. Én nagyon szeretek vonatozni, ez még így megmaradt a gyerekkorból, és ha lehet, és Európán belül utazom, akkor megpróbálok vonattal, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg, ha valaki teheti, Prágában voltam nemrég, és annyira kényelmes volt, és kávét kaptam, meg olyan volt, mint egy repülőút, és igen, sokkal hosszabb valóban, de tudtam közben dolgozni, olvasni, tehát hogy, és ez az, ami hiányzik, és talán nem is tudom ezt teljesen a kormányra kenni, mint ahogy így általában szoktam mindenfélét, hogy én alulértékelt maradt, olyan lesajnált valahogy a valaki. Azt mondom, hogy amikor azt mondtam az ismerőseim közül, hogy vonattal megyek Prágába, akkor úgy néztek, hogy mi bajod, miért? Nem telik repülőre, vagy rossz a kocsi, és mondom, nem, ez egy nagyon jó dolog, az nagyon menő, úgyhogy azt gondolom, hogyha egy kicsit így tudnánk azért elpozicionálni a MÁV-ot és a vonatozást és annak a helyzetét, az lehet, hogy segítene. Én máshol látom a problémát. Én azt látom, hogy a folyamatos fejlesztési elmaradások okán nem nyújt olyan minőségű szolgáltatást, hogyha a szolgáltatás minőség... Az igaz, hogy nem MÁV-val mentem Prágába, úgyhogy ezt el kell mondanom. Tehát, hogy a szolgáltatás minőség, hogyha jó a szolgáltatás minősége, 6 másodperc alatt felugrik az ember a vonatra, és erre vannak jó példák is, tehát az elővárosi vasúti közlekedés az sokat fejlődött az elmúlt években. Tehát, hogy nagyon sok ismerősöm tette le az autót annak érdekében, vagy annak okán, hogy minőségi szolgáltatást kapott. A szárnyvonalaknak a kihasználatlansága az amiatt van, hogy koszos, büdös, elavult, nem nyújt megfelelő 21. században elvárható szolgáltatás. A szolgáltatás minőséget kellene javítani, nem bezárni a szárnyvonalat. Konkrétan ez például a francia RER rendszerre talán valamelyest hasonlít például a budapesti HÉV rendszer. Hát itt azért tényleg, tehát a nagyszüleim látták azokat a szerelvényeket, amik a mai napig közlekednek. Hogyha van elővárosi, vagy az elővárosi és a városi vasútnak egyfajta összeköttetése, akkor ez teljes mértékben a funkciójának megfelelően lehetne az. Látjuk, hogy mi történik ott. Úgy tudjuk azt, hogy uniós források állnának rendelkezésre ahhoz, hogy a vasutat azt fejleszik, akár az elővárosit, akár az elővárosi és a városi funkciókat szinte egyszerre ellátó, illetve a helyközi vonalakat is. Hát pontosan ez a lényeg. Azoknál a vidéki szárnyvonalaknál, amiket most bezártak, ott is az volt a baj, hogy nem működtek normálisan a szerelvények, nem voltak normális menetrendek, mert nem tudták kiszolgálni őket megfelelő infrastruktúrával. Persze, hogy akkor rossz a kihasználtsága, hogyha azok normális menetrenddel rendszeresen közlekednek, akkor az emberek átszoknak a vasútra. Ez a tapasztalat, ezt láttuk pontosan, amiről most szó volt a budapesti elővárosi közlekedésnél is. Onnantól fogva, hogy az elkezdett normális lenni, és jó szerelvények vannak, és viszonylag megbízhatóan működik, bár ott is sajnos elég komoly késések vannak, nagyon sokan szoktak oda rá. És én azt gondolom, hogy ez megint hozzáállás kérdése. A vidéki emberek, a falvakban élő emberek is joguk kéne, hogy legyen arra, hogy hozzájussanak ezekhez a szolgáltatásokhoz. És ez nem csak olyan kérdés, hogy mire van pénz, hanem egyszerűen ezeknek az embereknek járna ez a szolgáltatás, és egy államnak dolga lenne, hogy ezt megfinanszírozza, és ne hagyja őket cserbe, és azért ne kelljen bezárni ezeket a vonalakat. Sokat lehetne még erről beszélni, de közben itt van következő témaként az, hogy a Lánchidat átadták a felújítás. Úgy tűnik, hogy minden elemében véget ért, most már a gyalogosok is birtokba vehetik. Nézzük! A taxik, a buszok, a biciklisek és motorosok után immár a gyalogosok is visszakapták Budapest szimbólumát. A híd felújítása 2021-ben kezdődött. 2022. decemberében híradónk is tudósított az úttest átadásáról. Karácsony Gergely nagyszerű napnak nevezte a mait, hiszen a Lánchíd átadása határidő előtt és költségkereten belül történt meg Budapest 150. születésnapjának évében. Ez a híd nem csak a budapestieké, ezért ennek a hídnak a felújítása nem csak Budapest egyedüli feladata,
Ehhez várjuk a hozzájárulását a nemzet kormányának is. Utalt a főpolgármester arra is, hogy a főváros és a kormány között a mai napig lezáratlan a vita azzal a 6 milliárd forinttal kapcsolatban, amit a kabinet adott volna Budapestnek a híd felújítására. A főpolgármester a sajtótájékoztatót követően a menet élére állt, és kamerák gyűrűjében átsétált Budáról Pestre. Pesten kameránk előtt pedig már arról beszélt, abban nem biztos, hogy elődje, Tarlós István is kapott meghívást a mai ünnepségre. A közöttünk lévő viszonyt alapvetően nem az én oldalamról van meghatározva, akkor próbálok színvonalon fogalmazni. Időnként beszélünk egymással, kedvesen kerüljük a kínos témákat. Karácsony Gergely azt is elmondta, hogy egyre sürgetőbb a Petőfi híd felújítása is, de pénz jelenleg nincs rá. A láncszínnál van kollégánk André Novák András is. Arra várunk, vár ő is, meg aztán mi mindannyian, meg önök, akik nézik a tévét, hogy megpillantsuk az új díszkivilágítást. Ezekben a percekben kerülhet erre sor. Szervusz András, üdvözöllek! Hogyan telt a mai napot a Lánchídon? Hogyha jól tudom, vagy jól tudjuk, akkor egy pikniket is hirdetett a főpolgármester, különböző családi programok, amennyien voltak ezeken? Szervusz Balázs, igen, és köszöntöm a nézőket. Óriási most a várakozás, ahogy így körbe tekintek, nem csak a hídon vannak emberek, és gyűltek össze nagyon sokan, több ezren, hanem itt a parkban is, ugye a Four Seasons szálloda előtt, akkor lent a Dunaparton egy kicsit olyan beach feeling, beach hangulat alakult ki. Úgyhogy ez tényleg egy ünnep Budapest számára, és most mindenki arra vár, hogy két percen belül elvileg fölkapcsolják a díszkivilágítást, ami ma, miután egy jeles nap van, hiszen ma zárult le a Lánchídnak a teljes rekonstrukciója, és ma történt meg az átadás, ezért ma nemzeti színekben fog pompázni a Lánchíd, de egyébként normál napokon, tehát nem jeles napokon, pedig egy ilyen melegfehér színben fogják kivilágítani esténként a Lánchidat. Az, hogy ez esténként tényleg meg is valósuljon, hiszen azért a város nincs könnyű anyagi helyzetben, az segíteni fogja az, hogy energiatakarékos izzókra, égőkre cserélték le a régi világítását a Lánchídnak. Az első bejelentkezésemkor egy kislány beköszönt nekünk, azt hallhatták a nézők. Szóval az első bejelentkezésünkkor még kevesen voltak, ugye ez a, hiszem, hogy a Ferivel beszéltem a délutáni fórumban, de most már a 17-25-ös híradó, meg aztán később a 18-40-es híradó alatt is özönlöttek az emberek, elkezdtek jönni. Egyébként a városvezetés ingyen üdítővel, ingyen fagyival és koncertekkel várta azokat, akik megszerették volna és meg szeretnék ünnepelni azt, hogy Budapest első hídja, a legrégebbi hídja, amelyik összeköti Pestet és Budát, ugye amikor ez épült, egyébként akkor még ez két külön város volt, önálló város volt, tehát ezeket a, tehát hogy megünnepeljék az emberek azt, hogy Budapest első hídja visszakapja a város gyakorlatilag a hidat. Visszakapják az emberek, visszakapják a gyalogosok, ez történt meg ma. Ugye gyakorlatilag praktikusan az a különbség, hogy a tegnapi naphoz képest annyival több az, amit ma megtehetnek a városlakók. Közben hallom magam mögött azt, hogy lassan felkapcsolják a világítást, tehát hogy ma annyival több, hogy a gyalogosok is átjöhetnek már. Tehát most már gyalogosok, biciklisek, motorosok, autósok, a BKV, ugye a tömegközlekedésben résztvevők is használhatják, illetve a taxik is használhatják ezt a gyönyörű hidat, Budapest első hídját. Úgyhogy gyakorlatilag úgy szépen megtelt a Lánchíd és a környéke délután 5-6 után. A főpolgármester, szerintem most hallom, hogy visszaszámlálás van, úgyhogy egy kicsit elhalkulok, és hátra pillantok én is. Láthatják a nézők a nemzeti színben kivilágított Lánchidat, ami így gyakorlatilag, és már tényleg egy méltó büszkesége Budapestnek. Amit a főpolgármester bejelentett, még azt gyorsan elmondom, aztán ha van kérdés esetleg, akkor még szívesen válaszolok rá, az pedig az, hogy akik nem tudnak ma itt lenni, vagy hirtelen jött nekik ez az ünneplés, de szívesen megünnepelnék a Lánchíd felújítását, azokat a városvezetés szeretettel várja szeptember 16-án, akkor egy nagyszabású esemény, egy bulit fognak csapni itt a Lánchídon. André Novák Andrásnak a helyszínről köszönjük szépen. Ha esetleg van kérdés, köszönjük. Ne, nagyjából elmondtál mindent, én úgy gondolom beszélgetünk tovább itt a stúdióban, neked pedig köszönjük. Az egyik fontos állítás a Lánchíd felújításával kapcsolatban, az rögtön két elemből áll, az egyik az, hogy határidőn belül történt meg az átadás, és költségkereten belül történt meg az átadás. Volt természetesen, mindig van, volt olyan kormánypárti várospolitikus, aki azzal érvelt, hogy jó, de Tarlós idejében eleve 5 milliárddal alacsonyabb volt a költségkeret, mint most.
és azért számoljuk bele, hogy mennyivel nőttek azóta például az építési, kivitelezési árak, szóval, és tartós idejében nem készült el, tehát ezeket az összevetéseket meg lehet tenni, az kétségtelen, hogy az előző városvezetés is nagyon sokat tárgyalt és tett annak érdekében, hogy ez végül megvalósulhasson. Valamiért ez is politikai ügy lett. Bocsánat, én hadd kezdjem azzal, hogy rendkívül elfogult vagyok a Lánchiddal kapcsolatban. A választókerületemet ugyanúgy összeköti a Lánchíd, ahogy összeköti Pestet Budával, és azt gondolom, hogy szimbolikusan Magyarországot köti össze Magyarországgal, összeköti baloldalt a konzervatívokkal, és azt gondolom, hogy ezt kellene a kormánypártoknak elsősorban megérteni, hogy itt ez picit sem pártpolitikai kérdés. Én itt azt gondolom, hogy mindenki elvégezte jó minőségben a maga feladatát, Tarlós István, Karácsony Gergely, a kivitelezők, a dolgozók, akik a fizikai munkát végezték a hídon, és én azt gondolom, hogy Karácsony Gergelynek tökéletesen igaza van, amikor arról beszél, hogy itt az összetartozást kell ünnepelnünk, mert tényleg szimbolikusan is, és minden szempontból ez a híd az, ami összeköti ezt az országot. És én azt gondolom, hogy ha innen nézzük, akkor innentől kezdve teljesen mindegy, hogy ki hány százalékot tett bele egyébként abba, hogy ma átadásra kerülhetett a Lánchíd. Volt egy pici nyilván az élő bejelentkezésből fakadóan egy kis nyelvbotlása Andrásnak az imént, aki arról beszélt, hogy az autók is mehetnek a Lánchídon, nem, tehát pont az autók nem mehetnek. A Lánchídon taxik, tömegközlekedés, motorkerékpárok, roller, kerékpár és gyalogosok használhatják. Tehát ilyen értelemben egy csökkentett forgalma a Lánchídnak. Ez úgy tűnik, mintha most már az utóbbi időben lekerült volna a napirendről. Nem akkora vita ez már, mint volt, mint tudom, egy hónappal ezelőtt, vagy a fővárosi lakógyűlés idején. Hát azt mondták a fővárosiak, nem, hogy tömegével. Félig mosolygok azért. Igen, hogy... nagyon kis arányban válaszoltak erre, de nekik már meggyőző többségük azt mondta. Akik válaszoltak, azok itt szerették volna. Én egyébként nagyon örülök, tehát hogy szerintem egy ilyen világvárosnak szüksége van. Egyébként pont a város közepén, és pont az első híd, tehát tökéletes választás volt, és ráadásul biztos ezek ezt fel is mérték, hogy hát az elmúlt másfél évben kibírtuk anélkül, hogy átmenjünk. Egyébként azelőtt is akkor mentem át rajta, hogyha szabad volt a délutánom. Tehát, hogy láttam, hogy jó, mindjárt dél van, és nincs semmi más dolgom ma, akkor a kocsival megpróbálok átmenni a Lánchídon. Rászántad azt a fél délután. Igen, akkor gondoltam, hogy végül is az a 2-3 óra, amíg átjutok Budáról Pestre, vagy Pestről Budára, de tényleg nagyon nagy szüksége volt szerintem. Én még szélsőségesebben is el tudtam volna képzelni, hogy még kevesebben menjenek rá járművel, de legyen így, valahol el kell kezdeni, szerintem ez egy csodálatos lépés, várom, hogy legyen egy olyan hídunk, ahol gyalogosok és biciklisek mennek át, csak szerintem az is elképzelhető lenne, tudom, hogy a keletre dúló háború miatt, Trianon miatt, és még rengeteg dolog miatt nincs pénz is ez, és a szankciók... Megkérem most a kollégákat, hogy ne adják Csárdi Antalt, mert ő kifeküdt az előbb Andrásnak az érvelését. Hát, ha ezek mind rendbe jönnek, és akkor lesz egy gyalogos biciklis hídunk. Szerintem az, még egyszer mondom, így környező városokat járva, az is nagyon, nagyon sokat hozzátesz a városi élet minőségéhez. Így van, és egyébként mindamellett, hogy persze a Lánchíd egy nagyon fontos szimbolikája annak, hogy összeköti Pestet és Budát, és a tényleg az összetartozás jelképének kell lenni, azért szerintem van egy másik fontos üzenete is. Jövőre lesznek önkormányzati választások. Mindenhol megszokták tőlem kérdezni azt, hogy miért szavazzunk ellenzéki vezetésű önkormányzatokra, hiszen láthatóan az állam hát igyekszik nehéz helyzetbe hozni az ellenzéki vezetésű önkormányzatokat, lásd Budapestet, és hát sorolhatnánk itt több ellenzéki vezetésű önkormányzatot is. És pontosan a Lánchíd nagyon jól szimbolizálja azt, hogy ezek az önkormányzatok kiválóan működnek. Annak ellenére, hogy nem kapják meg a forrásokat, a Lánchíd sem kapta meg azt a pénzt, amit az állam ígért hozzá a mai napig, és az állam mindent elkövet, hogy ezeket az önkormányzatokat megfojtsa, de mivel a fideszes vezetésű önkormányzatok alapvetően a kiszolgáltatottságra épülnek, és ott meg van mondva, hogy kivel kell szerződést kötni, kinek kell megcsinálni a beruházásokat. Ezzel szemben egy szabad vezetésű önkormányzatban szabadság van, kultúra van, olyan beruházások vannak, amik az embereknek jobb életet adnak, az, hogy nem visszük rá az autókat a Lánchídra, az, hogy
korlátozzuk a belvárosban a forgalmat, hogy jobb legyen a gyalogos forgalom, hogy biciklivel lehessen menni, hogy zöldüljön a város, amiktől sokkal jobb lesz az élet, és ezek a városok működnek. És megnézhetjük a vidéki városokat, és nézzük meg. Éppen a forgalmi rend miatt, a nagykörúti bicikli utak és egyebek miatt, igen, ott viszont igen komolyak a kritikák a városvezetéssel szemben. Jobb lett a város. Rengeteg ember biciklizik, akik korábban nem mertek biciklire ülni, és sokkal könnyebben és tisztábban jutnak el a munkahelyükre, vagy ahova menni akarnak. Én szerintem ezek nagyon komoly eredmények, és Budapesten jó a légkör, Budapesten jó élni. És az, hogy a ilyen körülmények között is ez a híd nem csak hogy elkészült, de hamarabb készült el, amire a kormányzati beruházásoknál soha nem látunk példát, hogy betartották azt a költségkeretet, amit ígértek, nem úgy, mint a stadionok, amik sokszorosába kerülnek, sokszor, mint amennyire nekiálltak csinálni, vagy a vasútvonalak, amiket láttuk ugye a Balaton melletti vasútvonal, amit Mészáros Lőrinc cége épített, ami többszörösébe került, több mint háromszorosába, mint amennyire elvállalták. Hogy hiányzott a vasbetonból a vas. És a költségkeretekkel azért lehet egyébként bizonyos mozgástereket nyerni. Ön szerint jobban vagy rosszabbul működik a vasút, mint néhány éve? Ez a nap kérdése. Itt a nap hírében nézzük így fél időnél. Hogy állnak a válaszok? Maradt ugyanaz, mint az elején volt, 7%-a önöknek, válaszadóinknak, nézőinknek gondolja úgy, hogy jobban működik, 93% szerint viszont rosszabbul, az online felületeinken nagyjából még egy bő fél órán keresztül. Ilyen módon kifejezhetik a véleményüket. Most néhány perc szünetet tartunk, aztán jövünk vissza azzal, hogy egy már-már talán globálisnak mondható 30 ország részvételével, köztük az Egyesült Államok részvételével is békekonferencia lesz Szaúd-Arábiában, amelynek az első felvonása Kopenhágában volt, Dániában másfél hónappal ezelőtt. Arról nem tudunk, hogy a magyar kormány ezen részt vesz-e, azzal együtt, hogy békepártiak vagyunk. Maradjunk velük. Ön szerint jobban vagy rosszabbul működik a vasút, mint néhány éve? Nézzük így fél idő környékén, mi az állás. Nem tudtunk túl sok embert meggyőzni még az, hogy jobban működik a vasút, mint pár éve. 7% gondolta, hogy a műsor első felébe, itt a reklámszünet alatt úgy látszik elgondolkoztak rajta egy kicsikét, hogy fölelvenítették az emlékeiket, és arra jutottak, hogy most már csak 6%-nyian gondolják jobbnak a vasút állapotát. Nyilván a másik vége, a százasig, az 94-et tesz ki. Az adás végéig nagyjából még 28 percen keresztül az online felületeinken szavazhatnak ebben a kérdésben is. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Vendégem a stúdióban továbbra is Borgul András, a Gólem Színház vezetője, Csárdi Antal, az LMP és Harangozó Gábor, az MSZP országgyűlési képviselői. Velük folytatódik tehát a nap híre, illetve azzal a témával, amit már említettem a szünet előtt is, hogy 30 ország részvételével, Dél-Amerikától kezdve az Egyesült Államokon keresztül az Európai Unióig és a közel-keleti térség országaig, sok mindenki benne van ebben, mondhatni tehát, hogy globális kiterjedésű vagy kitekintésű tanácskozásról van szó, tehát Szaúd-Arábiában békekonferenciát tartanak, ezt Ukrajna is szorgalmazza természetesen. Nézzük meg, hogy mit lehet erről tudni, illetve a békepárti magyar kormány részvételéről. Harminc ország, valamint az Európai Unió képviselői is tanácskoznak a béke esélyeiről hétvégén Szaúd-Arábiában. A Szabad Európa úgy tudja, hogy Magyarország nem lesz ott, mint ahogy minden bizonnyal nem volt ott az esemény elődjén sem júniusban. A Politico című brüsszeli lap írta meg, hogy a meghívottak között van mások mellett Kína, Nagy-Britannia, Dél-Afrika, az Európai Unió képviselői, valamint Lengyelország is. Az Egyesült Államokat Joe Biden biztonságpolitikai főtanácsadója képviseli majd. A The New York Times szerint Brazília, India, Chile is jelen lesz Dzsiddában, ahogyan az ukrán kormány képviselőit is várják, Oroszország viszont nem vesz részt. Fontos partner továbbá Törökország, amely a Fekete-tengeri gabonaszállítások kapcsán már eredményesen lépett fel közvetítőként, ez pedig kulcsfontosságú program a Közel-Kelet számára is. A szaúdi konferenciát megelőzően a dán kormány is összehívott egy találkozót június végén Kopenhágában, ugyanezekkel a résztvevőkkel. Annak azonban sehol sincs nyoma, hogy a békepárti szólamokat hangoztató magyar kormány akár a dániai eseményen ott lett volna, akár a mostani szaúdi konferencián megjelenne. Az erre vonatkozó kérdésre a miniszterelnök sajtófőnöke ezidáig nem válaszolt a Szabad Európának. Mindeközben a napokban Kárpátalján járt az ukrán elnök, ahol a magyarság képviselőivel tárgyalt,
valamint magyar nemzetiségű katonákat tüntetett ki. Az elnököt hangos üdvözléssel köszöntötték az emberek. Babják Zoltán beregszászi polgármester a 24.hu-nak arról beszélt, hogy a háború összeboronálta őket. Más beszámolók pedig a sok feszültséget okozó ukrán nyelvtörvény kapcsán az elnöki adminisztráció nyitottságát említették. Könnyen lehet, hogy több dolog történik, mint amit a hírekben olvasunk. A koppenhágai béke csúcs találkozó, talán így is lehet nevezni, hogy tényleg amikor az összes nagy szereplő megjelenik, hogy az oroszok kivéve, de ugye azt mondja a Kreml, hogy figyelemmel kísérik az ott történteket, nyilván nem hagyja őket hidegen, hogy mi történik ezeken a találkozókon. Tehát a koppenhágai lényegében titkos volt. A Szaúd-Arábiairól tudtuk, hogy van, de nem nagyon jött ki utána semmi komoly információ. A Szaúd-Arábiairól is arra lehet talán számítani, nem lesznek tele a részletekkel, az ott elhangzottak részleteivel a nagy világlapok. Azt viszont lehet tudni, hogy nem titkolt cél közelebb hozni azokat az országokat egymáshoz, amelyek a hangsúlyokat tekintve máshogy viszonyulnak ehhez a konfliktushoz. És látszódik, dél-amerikai országok is például, amelyek nem ítélték el mondjuk egyértelműen Oroszországot az agresszióért, megjelennek ezen a konferencián és leülnek tárgyalni a más hangsúlyok mentén gondolkozó országokkal is. Ez egy nagyobb volumenű, és talán az időbeli kihatását tekintve, a béke valamikori megszületése után az időbeli kihatását tekintve is egy kicsit más jelentőséget mutat a jövőre nézve. Vagy lehet, hogy csak én vagyok túl optimista? Szerintem nagy jelentősége van, hiszen ugye az orosz-ukrán háború az elég egész világra nézve egy nagyon veszélyes konfliktust jelent. Hiszen itt évtizedek alatt kialakult egy szabályokon alapuló rend, és ezeket a szabályokat rúgta föl Oroszország azzal, hogy agresszív módon megtámadta Ukrajnát. És tulajdonképpen, hogyha valaki megteheti azt, hogy ezeket a szabályokat így felrúgja, és annak nincsen következménye, ebből bármilyen módon győztesen tud kijönni, akkor az a világrend, amit kialakítottunk, az összeomlik. Ezért nyilvánvaló, hogy a világ vezetőinek abszolút az az érdeke, hogy valahogy ezt a szabályokon alapuló rendet vissza tudja állítani. És ezért nagyon álságos, amikor mondjuk a magyar kormány arról beszél, hogy ő békepárti, mert béke, tartós béke csak akkor tud lenni, hogyha visszatérünk azokhoz a szabályokon alapuló rendhez, ami korábban volt. Abból pedig nem lehet az, hogy Oroszország bármilyen módon győztesként jöjjön ki. Ugye, bocsánat, csak vegyük végig a logikát, mert nem biztos, hogy mindenki érti, mert nagyon könnyen bele lehet zavarodni mind abban, amit a tévében látnak, hallanak, vagy az újságban olvasnak. Ez a békepártiság, ez nagyjából olyan indokkal fut a kormányzati narratíván belül, hogy azért van háború, mert a nyugat fegyverekkel támogatja Ukrajnát. Tehát magyarán azért van háború, mert egy ország védekezik az agresszióval szemben. Az elítélő nyilatkozatok azok rendre erről szólnak, tehát ez tulajdonképpen, mintha arról szólna, hogy az agresszornak engedünk, akkor de jó, mert hamar béke lenne, viszont ez sem rejti vék alá a magyar kormány, a jelenleg fennálló világrendet, a szabályokon, intézményeken alapuló világrendet, azt egyáltalán nem tartják annyira pozitívnak, mint amennyire mondjuk gondolták azt 20-30 évvel ezelőtt. És talán pont ezért nem hívják meg őket ezekre a konferenciákra, hiszen teljesen komolytalan, ostoba propaganda az, amit ők mondanak, és nem lehet egy diplomáciát, aki ilyen érvekkel jön elő, komolyan venni, és ezért meg se hívják őket ezekre a konferenciákra. Én itt a problémát súlyosabbnak látom. A nemzetközi szereplők pontosan tudják, hogy a békepártiság az nem egy kommunikációs panel. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez a helyzet, hogy nem hívták meg Magyarországot erre a konferenciára. Nem tudjuk, tehát azt tegyük hozzá, nem tudjuk. Ennek nagy a valószínűsége, fogalmazzunk fokadik, így. Nem hívták. Ez azért igazolni fogja azt, amennyiben így van, hogy megbízhatatlanná vált a magyar külpolitika. Kiszámíthatatlanná és megbízhatatlanná. Ez a folyamatos kettős beszéd, amit a Orbán kormány gyakorlatilag most már tizen sok éve csinál, ez elérte azt az eredményt, hogy egyszerűen azt se hiszik el neki, amit kérdez. Ez nagyon probléma, ugye itt a NATO csatlakozással kapcsolatban is azt lehet látni, hogy egyébként
a katonai szövetségeseinkkel szembe sem tudunk már érdemben tárgyalni, mert egyszerűen senki nem veszi komolyan. Nincs bizalom a magyar vezetés irányába. És bocsánat, egy dologról szeretnék beszélni, mert szerintem ez a legnagyobb bűne a magyar kormánynak az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Ami Kárpátalján történik, az tökéletesen igazolja azt, hogy volt itt egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen varázspillanat, amikor lehetett volna érdemben előrelépni, hogy javítsunk a Kárpátalján élő honfitársaink helyzetén. A magyar külpolitika azt érte el, hogy egyébként hihetetlen presszió alatt vannak a kint élő honfitársaink. A kint élő magyarok megítélése az rendkívüli módon hasonul Magyarország megítéléséhez. Én azért örülök ennek a találkozónak, mert hogy a polgármester ki tudta mondani, hogy gyakorlatilag itt van együttműködés a miniszterelnök és a kárpátaljai magyarság között, ez azt gondolom, hogy tökéletesen igazolja. Az ukrán elnök és a kárpátaljai magyar. Bocsánat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy tökéletesen igazolja azt, hogy elszalasztottuk azt a történelmi pillanatot, hogy megoldjuk az ott egyébként valóban megjelenő problémákat. Most az, hogy Zelenszkij elnök Kárpátalján volt, nem is baj, de evezzünk hát kicsit erre a kérdésre. Demonstratív volt a szereplése azzal, magyar katonákat tüntet ki, magyar tisztségviselőkkel találkozik, tárgyal velük, amely magyar tisztségviselők pozitívan nyilatkoznak ezeknek a tárgyalásoknak az eredményről. Tehát úgy tűnik, a magyar kormánynak természetesen sokan úgy gondoljuk, talán mindannyian, hogy komoly a felelősség abban, hogy a határokon túlélő magyarság sorsa az hogyan alakul azokban az országban, amelyekben most élnek, és az ukrajnai folyamatok, belpolitikai folyamatok, azok a magyar kisebbség és a kijevi adminisztráció között, azok okoztak igen komoly feszültséget, ha csak az nyelvtörvényre gondolunk akár. De itt úgy tűnik, hogyha van valamilyen fajta megbékélés, van valamilyen fajta konstruktív együttműködésnek a lehetősége, ezt a magyar kormány részvétele nélkül egy személyben Zelenszkij elnök tudja most megteremteni, vagy legalábbis ezekből a képsorokból úgy tűnik, ne legyenek kétségeink, Zelenszkijnek remek PR-osai vannak, de a magyar, az ott lévő magyarokat valószínűleg nem a PR-osai mozgatják. Igen, itt egyébként talán össze is függ a két hír, mert mi abból a békéből nem kérünk, ami nélkülünk valósul meg. Tehát, hogy Magyarország azt a szerepet játsza, mint egy partner, egy olyan partner kapcsolatban, aki azt mondja, hogy nem szeretlek. És de, én szeretlek, nem. Nem úgy szeretsz, ahogy én akarom, hogy szeress. De úgy szeretlek, nem, látom a szemedben, hogy nem szeretsz. Tehát, hogy nem tud nekünk semmi olyat felajánlani a nyugat, vagy azok a partnerek, hiába mondják, hogy békekonferencia, mert ez nem olyan békekonferencia, amire Magyarország áhítozik, és valóban tehát, hogy elmegy mellettünk a valóság, mert közben az ukrán elnök odalátogat Kárpátaljára, és valóban a többségi és a kisebbségi társadalmat olyan mértékben hozza össze, vagy próbálkozik legalábbis, ami a magyar kormány nélkül eddig gyakorlatilag elképzelhetetlen volt, és csak hogy még egy hírhez kössek, hogy ahogy a hidat is meg lehetett csinálni a kormány nélkül, úgy tűnik, hogy egy normális kisebbségi létet is meg lehet csinálni a magyar kormány nélkül, és ez tényleg tűrhetetlen. Egyébként csak hagyd mondjam meg, teljesen igazad van abban, hogy fantasztikus PR-osa van az elnöknek, tehát hogy ezek a képek nagyon ki van találva, hogy föl van öltözve, hogy megjelenik, és szerintem ez is idegesítheti a mi miniszterelnökünket, tehát hogy annyira idézőjelbe teszi az utcai harcos megjelenést, ami ugye a magyar miniszterelnöknek a szavajárása. Saját magára vonatkozó. Hát az, hogy itt ezt valóban megcsinálták, és ő valóban annak tűnik, hát aztán, hogy mit csinál valóban, azt nem tudjuk, de hogy mellette azért Orbán Viktor, aki éppen csak ki tud kászálódni a furgonból, azért hát látjuk a különbséget. És ki tud kászálódni, tehát most ne az a... Nem ugrik ki úgy, mint 15 évvel ezelőtt. Hát én sem ugrok úgy, mint 15 évvel ezelőtt. A híthoz hadd kössek át egy pillanatra, hogy szerintem Karácsony Gergely, amikor ellátogatott Ukrajnába és találkozott Zelenszkijvel, azzal sokkal többet tett a magyar kisebbség, az ukrajnai magyar kisebbség helyzetének a javításáért, és hogy például ez a látogatás így létrejött, mert hogy a szabad Magyarország legnagyobb rangú
vezetője, Budapest főpolgármestere, viszont egészen más gesztusokat tesz, mint a magyar miniszterelnök, és ez is tud segíteni az ő helyzetükön. De van még egy dolog, ami miatt... Ne felejtjük el a magyar államfőt se. Igen, van még egy dolog, ami miatt szerintem Orbán teljesen máshoz, magyar miniszterelnök teljesen máshogy áll hozzá ehhez a kérdéshez, hogyha tartósan békét akarunk ebben a helyzetben, akkor azt könnyű belátni, hogy máshogy nem megy, mint hogy Európának meg kell erősödnie. Mert azért ez a háború, ez megmutatta azt, hogy Európa katonailag gyenge, hogyha az Egyesült Államok nincsen ott, akkor gyakorlatilag értelmezhetetlen az európai... De szorgalmazza is a magyar kormány fős, az európai haderő. És az európai döntéshozatali rendszer sem elég erős hozzá. Gazdaságilag, szuverenitásában, az, hogy ne függjön például katonailag az Egyesült Államoktól, Európának meg kéne erősödni ahhoz, hogy ilyen konfliktus helyzetekben akár önállóan is meg tudja védeni magát, és a magyar miniszterelnök erről hallani sem akar. Most ugye a szuverenitás kérdés, amelyet a magyar kormány rendszeresen hangoztat, eleve a szuverenitásnak a definíciójáról hosszasan lehetne értekezni, de azért alapvetően, hogyha nemzetközi térben megnézzük az országokat, mely országok azok, amelyek tudnak szuverének lenni bizonyos területeken, és nem teljes mértékben azokon se, mondjuk amelyiknek van tőkéje, van technológiája, van terméke, van gyártókapacitása, van piaca, van hadereje, vannak neki olyan kereskedelmi útvonalai, ahol dominálni tud, és esetleg még van neki ármeghatározó szerepe is bizonyos tekintetben, meg még mondjuk nyersanyagai vagy energiahordozói. És ha jól számoltam, akkor nagyjából 10 kritériumot mondtam el, és lehet még mondani valószínűleg 100-at. Ebből a 10-ből egyik sincsen Magyarországnak, legalábbis olyan mértékben, hogy meghatározó lehessen. Mikor azt halljuk, hogy de a németek is tárgyaltak az oroszokkal, de a németek is egy saját bejáratú gázvezetéket építettek az oroszokkal, akkor mi miért nem? És ez egyfelől persze igaz lehet, de tehát, hogy kik ülnek az asztalnál. Ugye itt mindig az a kérdés, hogy ki mit tud kínálni azért cserébe, amit vár a másiktól. Magyarország az, hogyha csak így nagyon karmelitológiába vagy kremlinológiába megyünk bele, az tudta kínálni azt, például, hogy az uniós döntés folyamatokban éppen azért, mert a blokkoló kisebbségnek a szerepe az benne van az uniós mechanizmusban, tehát az uniós döntéshozatalban tudott kedvezni esetleg unión kívüli partnereknek. De most már azt látjuk, hogy bizonyos tekintetekben, csomó ügyben egyszerűen megkerülik Magyarországot, vagy összehoznak egy olyan békekonferenciát, ahol Lengyelország hivatalos, Magyarország nem hivatalos, az a Lengyelország, amelynek tényleg rengeteg vitája van az uniós intézményrendszerrel is. És ezeknek a konfliktusoknak az lett a vége, hogy még elvesztettük a brüsszeli forrásokat is, ami miatt Magyarország nemhogy szuverinebb lenne, vagy önállóbb lenne, hanem még kiszolgáltatottabb helyzetbe került. Mert a németeket nézzük meg, a németek kevesebb, mint egy év alatt le tudtak szakadni az orosz gázról. Sokkal többet használtak föl, mint mi. Meg tudták csinálni. Csehek. Mi, csehek, meg a többiek is. Mi nem tudtunk leszakadni, továbbra is ki vagyunk téve az orosz gázszállításoknak. Bocsánat. És gazdaságilag, miután nem jöttek a brüsszeli pénzek, mit csinál most a magyar kormány? Számolatlanul hozza a kínai beruházásokat, és egyre jobban teszi ki a magyar gazdaságot kínai beruházásoknak, olyan beruházásoknak, amihez egyébként nincs saját nyersanyagunk, nincs hozzá munkaerőnk, és olyan külföldi működő beruházások, technológiák, tőkénk, nyersanyag, amiből nem magyar vállalkozások fognak megerősödni, az így megszerzett profitot, amit előállítanak, azt nem itthon fogják elkölteni, hanem továbbra is viszik ki, és ennek az országnak régóta az a baja, hogy a külföldi működő tőkkel beáramlásán akar gyarapodni, ami egy ideig működött, de most már rég váltani kéne, a gazdaság szerkezetén váltani kéne, és a hazai kis- és középvállalkozásokat, az innovatív vállalkozásokat kéne erősíteni. Ezt csinálja az összes volt többi kelet-európai ország nagy sikerrel. Azt mondja a magyar kormány, hogy Ukrajna nem szuverén, mert már nem a saját pénzéből működik, és önmagában a haderejét sem képes fenntartani. Mint államról beszélünk itt, mintha nem válna szét a nemzet, nyugodtan jelentsük ki, hogy van ukrán nemzet, a szemünk előtt születik, meg az államnak a mozgástere, hogy micsoda, az ukránok szuverén módon döntenek úgy, hogy jelenleg, hogy ezt a jelent kívánják maguknak, kíváncsiak mennyire volna szuverén akkor Ukrajna, hogyha föltenné most a kezét és Oroszország egy az egybe bekebelezhetné. Erre nem mondok semmit, mert ez annyira kerek volt. Tehát, hogy... minden esetre a szuverenitás kérdés, hogyha egy kicsit tudjuk boncolgatni, akár Ukrajna esetében, amelyet Magyarország minősít, nem szuverénként, másrészt meg Magyarország tekintetében, akkor, amikor a világ a békéről tárgyal, csak bennünket nem hívnak oda meg. Úgy tudjuk, nem hívtak meg. Én azt gondolom, hogy minden kapcsolatnak, így a nemzetközi kapcsolatoknak is az alapja a megbízhatóság. Ez különösen igaz
katonai szövetségek esetén, és Magyarország minden tekintetben, katonai szövetségben, egyéb partnerségben eljátszotta a bizalmat. És azt gondolom, hogy ennél többet politikus vagy politikai vezetés nem veszíthet. És azt gondolom, hogy a szuverenitásunk itt bicsaklik meg a leginkább. Bocsánat, hogyha mi lennénk Ukrajna helyzetében, az egy nagy kérdés számomra, hogy vajon nekünk segítene bárki azután, hogy egyébként nem nagyon tudok olyan európai partnert, akit ne vágott volna át kisebb vagy nagyobb mértékben a magyar kormány. Jó. Mi 56 emlékével futottunk neki annak a történetnek, amely most tőlünk keletre történik. Kell-e, hogy ez meghatározzon bármit is? Hát nagyon... Például, hogy nem segített akkor nekünk a Nyugat? Nagyon is, tehát hogy van a nemzetnek is egy morális tartása, vagyis kellene, hogy legyen. Egyébként a nemzetnek van, azt gondolom, tehát hogy szerintem mi látjuk és tudjuk, hogy mi igazságos és mi igazságtalan, nagyon egyszerű. Tehát, hogy amikor egy nagy ország megtámad egy, Ukrajna egyébként nagy ország, de egy kis ország Oroszországhoz képest, amikor már elcsatoltak tőle területeket, és többé-kevésbé ismerve a történelmet, teljesen mindenkinek részben lehet igaza, hogy Ukrajna miből állt össze, de hogy annyira látványos a jelenlegi helyzet, és annyira, hát hogy is mondjam, az orrunk előtt zajlik, hogy szerintem csak lesütött szemmel tudunk nézni akár a menekültek, akár a nemzetközi közösségnek a szemébe. Én például ezt átélem, tehát hogy egy-két napot tudtam dolgozni, amikor még nem sajátította ki a kormány a menekültekkel való törődést ezekben a központokban, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz, nekem is nagyon nehéz volt, mert azt gondoltam, hogy nem tesszük meg, ez nem a minimum, amit én ott csinálok, ez jóval kevesebb annál. Úgyhogy minden mondat egészen addig, ameddig blokkoljuk mondjuk Svédország NATO csatlakozását, az mind hazugság, azt gondolom, mind. Egy nagyon rövid történetet hadd mondjak, mert nagyon ide vág. Egy nemzetközi békekonferencián voltam, ahol az orosz-ukrán háború megoldásáról volt szó. Háború pártját, hogy mit keresett ott? Nem, mi mindig is... Ki van plakátóval, látom. Mi mindig is békepártiak voltunk, és szerintem az a békepártiság, amit mi képviselünk, de a történetet hadd mondjam el. Szó volt a magyar helyzetről, röviden elmondtam, amit el akartam mondani, majd azt mondta az egyik lengyel kolléga, hogy nézd, Gábor, én értem, hogy nálatok ez a propaganda, meg minden, amit elmondtál, megértem, hogy egy nagyon nehéz helyzet. De 56 után én azt gondoltam a magyarokról, hogy ti olyan kemény, pödört bajuszú igazságszeretők vagytok, akik kiálltok az igazatokért, kiálltok a gyengékért, és az igazságérzetetek hatalmas. És ne haragudj, de nem értem, hogy lehet olyan propaganda, ami egy olyan nemzetet, akiről azt gondoltam, hogy ilyen meg tud győzni arról, hogy egy ország megtámad egy másikat, és amellé nem kell odaállni. Amikor emberek halnak meg, családok mennek tönkre, és tényleg borzasztó, ami ott zajlik, akkor mi azzal szórakozunk, hogy nem engedjük a finneket csatlakozni, nem engedjük a svédeket csatlakozni, a NATO-hoz húzzuk vele az időt, mert még ezzel is gyakorlatilag segítjük az agresszort. Az, hogy amikor összeáll a világ, hogy valahogy rávegye az agresszort, hogy térjen vissza azokhoz a szabályokhoz, intézményekhez, amiktől eltért, és az alapján legyen aztán majd béke, akkor mi ebbe is húzzuk az időt, vétózgatunk, megállítjuk. Ilyen nincs, ez egyszerűen megmagyarázhatatlan, és tényleg nehéz ezt fölfogni, hogy ez hogy történik. A kárpátaljai magyar közösséggel szemben valóban voltak, talán vannak is ellenérzések az ukrán többség részéről, vagy ezt tapasztalhatják, atrocitásokról nincsen hír egyébként. De azzal, hogy Zelenszky elnök pont kárpátaljai magyar katonákkal fényképezkedik, hát a saját többségi nemzetiség, az ukránok előtt legitimálja a magyar kisebbséget ott Ukrajnában. Ennek a jövőben lehet-e még jelentősége, ha majd egyszer béke lesz például? Szerintem rendkívül fontos az, hogy ez megtörtént, mert a magyar kormány külpolitikája pont az ellentétes irányba tolta el
a ukrán többséget és a magyar kisebbséget, és azt gondolom, hogyha egyszer béke lesz, és én minden nap azért imádkozom, hogy ez minél hamarabb eljöjjön, de hogy amikor majd béke lesz, akkor a valódi béke, és megint ugye a béke definíciója az érdekes, akkor lesz igazi és teljes, hogyha Ukrajnán belül is béke lesz a magyarok és az ukránok között. És azt gondolom, hogy amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy a magyar kormány felelőssége, hogy nem javított volna a magyar kisebbség helyzetén, borzasztó sokat rontott a kint élő honfitársaink helyzetén, és én azt gondolom, hogy az első lépést most Zelenszkij tette meg, és én azt gondolom, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy a következő lépést mi tegyük meg, és értelemszerűen ezt én itt elmondhatom a stúdióba, én csak remélni merem, hogy a magyar kormánynak a tagjai ezt hallják. Sokan kedvelték, a médiabeli szereplései alapján is becsülték a korábbi ukrán nagykövet asszonyt, Lyubov Nepopot, aki egyébként ott született, odavalósi etnika, minden szempontból ukrán, gyönyörű szépen megtanult magyarul. Ennek ellenére az ő nagyköveti megbízását visszavonta Kijev, viszont kijelöltek valaki mást, azt a Fegyír Sándort, aki talán emlékeznek rá, a lövészárakból tartott órát egyetemistáknak különböző kommunikációs eszközökön keresztül, és hát ő aztán pontosan tudja, hogy mi az, hogy frontszolgálat. Egy magyar nemzetiségű emberről van szó, aki büszkén vállalja is a magyar nemzeti identitását, és azt, hogy a szülőföldjéért harcol az ukrán hadseregben. Őt nevezte ki Zelenszkij elnök budapesti nagykövetnek, és a magyar államfő még mindig nem vette át az ő megbízó levelét, tehát nem tudott nagykövetként hivatalba lépni. Tudjuk, hogy vannak PR-osai Zelenszkijnek, de azért az, hogy egy a magyar nemzeti elkötelezettségét büszkén vállaló Ukrajnában született embert küldene Magyarországra nagykövetnek, azért az mégis azt jelenti, hogy talán van ott valamilyen fajta európai gondolat is abban. Bocsánat, a borostás fejben. Fél gondolatot hadd tűzzek be. Ennek fényében kell értékelni, azt gondolom, hogy Novák Katalinnak a kárpátaljai látogatását. Ennek fényében. Fegyír Sándor mit hozhat a két ország kapcsolatának, hogyha megkezdheti a nagyköveti mandátumát Budapesten? Szerintem egyébként ezek nagyon fontos gesztusok, mert hogy Ukrajnában tényleg nagyon komoly működési problémák vannak, és hát nagyon sokat kell változnia annak az országnak ahhoz, hogy tartósan egy gyarapodó, és most már egy nemzetté összeérő, és egy hosszú távú virágzó jövővel rendelkező országá tudjon válni. De pont ezek a gesztusok, ezek a gesztusok mutatják azt, hogy az az ország elindult ezen az úton, hiszen akkor fog tudni fejlődő ország lenni, hogyha a nemzeti kisebbségeivel is meg tud békélni, hogyha ha pont ezek a gesztusok, hogy magyar katonákat tüntet ki Zelenszkij, és nem hivatalos intézményben, hanem magyar gimnáziumban találkozik a polgármesterrel, ott csinálják meg az ünnepséget, hogy magyar származású nagykövetet nevez ki Magyarországra. Ezek pont azok a gesztusok, amik azt mutatják, hogy ők elindultak ezen az úton, és jó lenne, hogyha a magyar kormány is ezt észrevenné, és elfogadnák végre ezt a kinevezést, és elindulna egy megbékélés Magyarország és Ukrajna között, válaszreakcióknak kéne most már lenni, és azt hiszem, hogy most Ukrajna fontos lépéseket tett, és most a magyar kormányon van a sor, hogy ezeket... Várjuk a nyelvtörvénynek a módosítását, mert azzal viszont vannak fennakadások. És az pedig egy logikus válasz a magyar kormány részéről, hogy ezt a élő lelkiismeretként funkcionáló nagykövetet nem hajlandó ide engedni, mert rengeteg problémát okozhatna, hogy te is mondtad, egy magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű, ugyanakkor az ukrán hadseregben harcoló és a Ukrajnát hazájának tekintő és Ukrajnáért kiálló, tényleg az életét adó ember itt Magyarországon
parádézzon a kormány szeme láttára, és elmondja azt, hogy igenis az ukránoknak, nekem, a testvéreimnek, akik ugyanúgy magyarul beszélnek, mint ti itt, kedves magyar testvéreim, az a dolguk és az a helyes cselekedetük, hogy megvédjék Ukrajnát. Hát ezzel mit kezd? Mit kezd egy kormánypropaganda? Nagyon nehéz, úgyhogy természetesen ameddig lehet, addig ezt el fogják mismásolni. És még egy utolsó gondolat, hogy azt gondolom, hogy a magyar kormány, és ez egy történelmi hagyomány nálunk, nagyon szeretne mindig a győztes pártján állni, ami nem egy, értitek, az nem egy morális hely, a győztes pártján állni. És mi nagyon... De kifizetődő lehetnek belőle hasznok. Így van, de közben az pont az a történelmi tapasztalat, hogy amire mi azt gondoljuk, hogy a győztes lehet, az nagyon sokszor egyáltalán nem a győztes, és szinte biztos vagyok benne, hogy a háború elején azt gondolta a magyar kormány, hogy ez annyira egyértelmű, hogy itt két napon belül fognak győztest hirdetni, és nagyon hamar Ukrajna igazából egy orosz tartomány lesz, és nem ez történt, és mégis képtelen vagyunk elengedni ezt a csontot, pedig hányszor megtanultuk a háborúban, hogy ki lehet ugrani, még időben ki lehet szállni, és azt lehet mondani, hogy tévedtünk, nem ez a helyes, és mostantól kezdve a helyeset csináljuk. Itt ráadásul az a problematikus helyzet, hogy a nemzetközi közösség előtt, hogyha Oroszország katonailag győztessé válik, de a közösségen belüli pozíciója már nem fog tovább erősödni, vélhetően, tehát győztesként nem fog rá gondolni senki, csak esetleg egy erősebb agresszorra. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit meg kell tanulni minden nemzetközi kapcsolatban, hogy csak azok a szereplők lehetnek sikeresek, akik a konfliktusokat, a problémákat partneri együttműködés keretében kívánják megoldani. Hogyha mi partnertként tekintenénk a szomszédainkra, és most nem csak Ukrajnáról beszélek, beszélek Romániáról, Szlovákiáról és minden szomszédunkról. Tehát ha mi partneri együttműködés keretében keresnénk a kapcsolatokban a megoldást a problémákra, sokkal sikeresebbek lennénk, és ott fogjuk elveszíteni a nemzetközi kapcsolatokon belüli versenyt, hogy gyakorlatilag mindenki meg fogja találni azokat a partnereket, akikkel együtt tud működni, akikkel kézenfogva tudnak javítani a közös problémáikon, mi pedig itt fogunk állni egyedül, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hiba. Én azért a TÜR tanács jelentőségét nem becsülném le. Ön szerint jobban vagy rosszabbul működik a vasút, mint néhány éve, ez volt a nap kérdése itt a Nap hírében. Nézzük a válaszokat. 6% szerint jobban, 94% szerint rosszabbul működik a vasút. Most már ne szavazzanak itt a műsornak a vége ma, illetve a héten is. Borgul Andrásnak, Csárdi Andalnak, Harangozó Gábornak köszönöm a beszélgetést, önöknek a késő estig tartó és egész héten át tartó figyelmüket. Vigyázzanak egymásra és magukra is. Jó éjszakát, viszontlátásra, szép hétvégét.